Festett táblaképek a falakon az egyik pécsi vendéglátóhelyen. Itt pedig az alkotó, aki szavakkal közvetlenül nem, de képeivel ki tudja fejezni magát. Ezzel a fejére erősített szerkezettel képes létrehozni alkotásait. Csütörtök este nyitották meg kiállítását, ahol a Kerekvilág Alapítvány nevében Kővári János is szót kapott. A fogyatékkal élő fiatalokat, felnőtteket, gyerekeket is abban segítünk, hogy a bennük lévő értéket meg tudják mutatni a világnak. Nyilvánvaló, ahogy mi közöttünk is, úgy ők közöttük is vannak, akik a művészetben találják meg az otthonukat, az alkotó készségüknek a terét. Most is egy ilyen kiállítást nyithatunk meg, Paulik Ferencnek a kiállítását, aki hát nyilvánvaló megmutatja azt, ami szavakban nem önthető, meg amit egyébként talán nehezen is tudnánk megértetni egymással, ami igazán benne zajlik. Ez azért fontos, mert sokszor nem tudunk kommunikálni egy fogyatékkal élő emberrel, mert nem találjuk meg a hangot, vagy nincs is meg ennek a lehetősége. Ilyenkor például a művészet lehetőséget ad arra, hogy kapcsolatot teremtsünk, mondja Kővári János. Erre jó példa a Paulik Fecó kiállítása, aminek megnyitója kötődik a december 3-ai Fogyatékkal Élők Világnapjához. Bár most már azért talán az integráción túl vagyunk, és ma már természetesebb, hogyha együtt élünk, vagy találkozunk munkahelyen, vagy máshol fogyatékkal élő emberrel, de mégis sokan vannak, akik még mindig úgy gondolják, hogy a fogyatékkal élő ember csökkent értékű, pedig ez nincs így. Mi nekünk is vannak nehézségeink, hibáink, ahogy nekik is, viszont értékeink is vannak, mint ahogy nekik is. Érdemes ezekre az értékekre koncentrálnunk. Erre hívja fel a világnap is a figyelmet. Ez ennek a kiállításnak és a világnapnak is az üzenete, mondja Kővári János. Az ENSZ december 3-át a fogyatékossággal élők világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira.